Meglepőnek tartja a Fidesz EP képviselője, hogy sokan megkérdőjelezik a georgiai választási eredményt. László András, aki nemzetközi megfigyelőként maga is részt vett a választáson, az M1-nek arról beszélt, hatalmas, mintegy 16-17%-os különbség van a győztes párt és az ellenzék eredménye között. Georgiában egyébként ma a szavazóhelyiségek egy részében szúrópróbaszerűen újra számlálják a szavazatokat. Hétfőn este több ezren vonultak az utcákra Georgiában, hogy tiltakozzanak a hivatalos választási eredmények ellen. Az ellenzék a hétvégi választás után csalással vádolta meg a kormánypártot. Közben már kedden elkezdték szúrópróbaszerűen részlegesen újra számolni a szavazatokat. A szavazatkülönbség a kormányzó grúz állam és az ellenzéki pártok összesített eredmények között több mint 300 ezer. Egy olyan országban, ahol az összes leadott szavazat az épp meghaladta a 2 milliót, ez egy óriási szám. Nagyon meglepődött, hogy a leadott szavazatok alapján bárki megkérdőjelezi, hogy ki lett a győztes Georgiában. Nyilatkozta a közmédiának a Fidesz EP képviselője, aki nemzetközi megfigyelőként részt vette a georgiai választáson. László András azt mondta, a különbség a választáson induló valamennyi ellenzéki pártra leadott voksok és a kormánypártok szavazatai között 16-17%. Ez majdnem olyan nagy különbség, mint itthon a 2022-es választások eredménye. A nemzetközi megfigyelők pedig, velük is némileg beszélgettünk a különböző szavazókörökben, ők pedig ugyanazt tapasztalták, amit mi, hogy a szabályok egyébként szigorúak, az ellenőrzések megfelelők, a megfigyelők ott vannak, mármint a georgiai megfigyelők ott vannak a helyszínen, és tömeges csalás, ami 300 ezer vagy több szavazatnak az elcsalását bizonyítaná, az teljes mértékben hiányzik. A politikus arról is beszélt, indokolatlanul vádolják a nyertes kormányzó pártot azzal, hogy az orosz érdekek kiszolgálója lesz. Az első dolga volt a mostani miniszterelnöknek, hogy bejelentse, hogy ők egyáltalán eszük ágába sincsen szakítani az Európai Unióval és az európai integrációval, ők haladni akarnak tovább ezen az úton, és pont erről tárgyaltak a magyar miniszterelnökkel és kormányzati küldöttséggel is, akik most oda látogattak, és nyilván Magyarország adja most az Európai Unió tanácsának az elnökségét, tehát azt az üzenetet utána Orbán Viktor miniszterelnök majd el tudja hozni és át tudja adni az európai partnereknek. Arról pedig, hogy Európában több mint egy tucat ország fenntartásokkal fogadta a georgiai választás eredményét, valamint hogy az Európai Néppárt és a liberálisok nem is ismerik el azt, László András azt mondta, a georgiai ellenzéki pártok az Unióban azokhoz a pártokhoz kapcsolódnak, amelyek a leginkább háborúpártiak.